Az egészségfejlesztés, a környezetvédelem fontosságára való felhívás, valamint a jótékonyság jegyében hívták életre 3 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Futófesztivált. Tavaly már 900-an futottak, és szereztek közös élményeket a vármegye székhelyen. A 4. rendezvény szombaton kezdődik. Az első napon motivációs estet tartunk, ilyenkor országosan elismert sportolók és szakemberek motiválnak minket az egészséges életmódra. Idén az egyik fő célja ennek az estnek, hogy a hosszú egészséges életre motiválnánk a futókat, ide azokat várjuk, akik másnap futnak, tehát bármilyen jótékonysági jeggyel tudnak jelentkezni, és az online is élőben lehet közvetíteni, úgyhogy aki nem tud jelen lenni, az mindenképpen nézze online. Másnap pedig indulnak a futóversenyek az 1 kilométeres jótékonysági távtól, a gyermektávon át 5 és 10 kilométer egészen az egykörös félmaratonig, ami csodálatos országos szinten is, hiszen 2 tóval, Sóstolyút gerincével, változatos tereppel várjuk a futókat. A szervezők ismét 1000 körüli indulóval számolnak. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában 250 önkéntes segítkezik, a bevételt pedig ismét jótékony célra ajánlják fel. A bohóz doktorokra gyűjtünk, ők ugye a beteg gyermekeket látogatják meg a kórházban, és egy kicsivel jobb kedvre derítik. Mellette pedig a Kérlek Segíts Alapítványnak jótékonykodunk, ők elhízott gyermekek táborosztatásával foglalkoznak. És ugye nagy elismerés az eseménynek, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk ezt a futófesztivált, akkor az volt a célunk, ugyanúgy a Kérlek Segíts Alapítványnak gyűjtöttünk, hogy egy nagy szabású külső robotváz, tehát egy exoskeleton kerüljön a helyi kórházba, és az okfő segítségével a kórháznak tavaly sikerült is beszerezni. Lebénult emberek és mozgás korlátozottaknak segít ez a robotváz újra visszatérni a normális életbe, hogy újra tudjanak lépkedni, és nagyon fontos, hogy idén a félmaratont egy olyan úriemberre nyitjuk meg, aki az exoskeletonnek köszönhetően újra mozgásba állt, pedig tavaly előtt sztrókot kapott. Kovács Ferenc polgármester szerint több okból is különleges a Nyíregyházi Futófesztivál. A hangulata szerintem egyedülálló, az is egyedülálló, hogy ugye a félmaraton az egykörös, és a város legszebb részein megy keresztül, de hát a hangulata is, mert ugye amennyi önkéntes itt van, és amilyen hangulatban fogadják a befutókat, és biztatják az emberek a futókat, ez nagyon-nagyon különleges. És hát az is ugye, hogy többféle táv van, ahogy szokott, tehát az 1 kilométertől a félmaratonig, és hát talán attól is különleges, hogy megint itt lesznek a testvérvárosaink, 3 testvérváros, és ők is részt vesznek a futáson. A verseny központja a Kossuth tér, onnan rajta reggel 8:30-kor a félmaratoni mezőnye, majd következik a 10, az 5 és a 2 1 kilométeres verseny. A rendezvény, amelyet a Brand New koncertje zár, ideje alatt a városban félpályás útlezárásokra lehet számítani.